Hát, egyszer minden sorozat idejében eljön az idő, hogy kimondjuk, vége van. Mindenkinek közbe jön valami egyszer, ami felállítja a kritikusi székéből. Hát, ez történt Doug Walkerrel is, aki most már Johnnyval ellentétben nem Keep Walking volt, ugyanis a bőrfotel helyett a hitvesi ágyat válassza immár. És tudod mit? Kap be! Ha neked jobban kell a nyárspolgár élet a kötött melóval és a gyermekzsivajjal, ahelyett, hogy minden héten valami ocsmány filmen rantolj, az már a te bajod! De nem is a Nostalgia Critic-ről akartam most beszélni, hanem a nyereményjátékról, ami minden videósorozat életében mérföldkő. Felmérheted vele, mennyire vagy népszerű. Még nem néztem meg a leveles ládámat. Jó Istenem, talán fel sem tudok majd kelni, de elhízom, mint jobb, amire a végükre érek. Négy darab nevező, összvisz? Mit mondtam? Nem a mennyiség a lényeg. Miért? Mit csináltam rosszul? Ezt térdem! Biztosan olyan aprólékos, kifinomult munka, mint, hogy ilyenek még egy AVGN pályázatra sem érkeznének. Lássuk az elsőt, Kávakon, vagy talán inkább Kisvakon tőlem megszokottan vizuális elemekben gazdagon tárta elénk, hogy miért is jó a Higurashi no Naku Koronyi, olyan volt, mint atomenergia vitán a Greenpeace aktivista, aki csak mondja a magáit a szakmai érveket figyelmen kívül hagyva. Na jó, nem, az intro tényleg profi, már szinte elhiszi az ember, hogy utána is jó lesz. Na jó, nem, tényleg jó lett. Frappáns felvezetés és szófordulatok, a horror műfajt is sikerült eléggé sajátosan megfogni, hát többen szóvá tették a kommentekben, hogy elfelejtette az én véleményemet megcáfolni, kifacsarni, beledarálni egy zsák érforba és rászorni a cáfolatyakra. De nem muszáj azonnal a másik torkának esni, szerintem ez is egyfajta megoldása a feladatnak. Második versenyzünk, Barney Leonidas, az anime manga palota stábjából pályázatos. Megtudjuk, hogy ő-e ott a király, vagy csak Porri megnevetésért felő stand-up comedy is. Vakondal ellentétes stratégiát választott. Nem ásott és túlt mindenfelé, hanem egyenesen cáfolt. Mivel a jelenetek nagy része tőlem származik, értelemszerűen tök jó videó lesz. Nem ez jutott eszembe. Kicsit megdöbbentett, hogy két éve még elnéztem magamnak ezt a kép- és hangminőséget. Talán csak azért nem tiltott le a YouTube az Iron Maiden jogát, mert ezt a legényt már veri eléggé a sors. Magukra a kérdésekre reagálva. Ha valakit nem zavarnak a zombis filmek klisei, természetesen ezeket jól adaptálta a sorozat, még ha a legbutább típust hozták is be. Egy, a valóságban nem létező halláskárosodással, ami csak az emberi beszéd frekvenciáját szűri ki. Szemrás alapján történt tájékozódás legalább megmagyarázza, hogy egymásban miért nem halnak. De! Egy szó mint száz, ortodox megoldást választottál, viszont már az első videóthoz bevállaltál kisebb effekteket, és a beszéd is teljesen érthető. Gratulálok hozzá! Ezzel szemben a Pi Studio műve pedig... Bleach, egy hihetetlen jó anime, ahol ötvöződik a narancsárga haj és egy jó pár holóperő. A történet középpontjában Kurosaki Ichigo, egy narancsárga hajú 16 éves középiskolázsia. Ennyi a sztori, én adtam neki egy 6,5 pH per Q10-et, mivel a teljesítmény hullámosabb volt, mint a hajam ébredés után. Túl sok szereplő, ezért túl sok kihasználta a lehetőség. Na álljál le! A szereplőosztásnak köszönhető a változatos téma, amit Kubo Plex... Őr is szól a történet. Egy magas spirituális energiával rendelkező srác, aki látja a szellemeket, megtapasztalja... Miért? És egy két ponttal többet adtam, mint Memből. De miért pont kettő? Mi az, hogy kettő? Azért pont kettő, mert ha négy lenne, velem túlcsódlást okozna, és akkor a fejem a falba verem. A videó sok helyt hagyja magát a nézőt kibontakozni, elmerengeni, hogy végig gondolja Kubo mesterművének valódi értelmeit. Ez is egyfajta megoldás. Az utolsó csillagharcosok pedig a Spoiler Dealers nevet viselik.
angol szakos testvérem búcsúüzenetével benneteket jelölt meg innokként, mielőtt agyon csapta magát egy angol szava kiejtése északír akcentussal két üveg viszki után nyelvkorrekciós könyvvel. A rögtönzés nem könnyű műfaj, én nem is vállalom be, nem véletlenül néztem fel mindig a freestylerekre. Külön tetszett, hogy mintha a nagyapó 1963-as majálison használt kamerájával vetitek volna fel a filmet, bár gondolom a szürkeség utólagos effekt sokat dob rajta a dunántúli kertáros jellegű környékkel együtt. Azt meg nem tudtam kiverni a fejemből, hogy ott van, mint például a pornófilmeknél, az a szegény kamerás, aki mindig a másik oldalon szeretne lenni. A különféle játékbefejezéseket megemlíteni jó ötlet volt, de mivel animében tudomásom szerint csak annyi történt, hogy Blu-ray kiadásra lecserélték a befejezést, ez nem teszi semmisé azt, hogy Makoto Kirincsét egymásnak adták a csajok. Ezért azt kell, hogy mondjam, a School Days továbbra is egy nagy szar, a Bleach is egy nagy szar, a High School of the Dead, ha lehet, még nagyobb, és ne feledjem, a Higurashi is egy nagy szar, szarból nem lesz szaronda. A nyeremények kiválasztásakor a napokban át kellett értékelnem költségvetésem mérlegét, járulékos költségek hada terhel. Ezért az általam legjobbnak ítélt bemutatót egy kritikusi pólóval, a többieket egy-egy kritikusi kulcstartóval jutalmazom. Biztosan több csajt van itt majd, mint egy Audis, akit izzők meg ugye csak erre vártam. Nehéz igazságosnak lenne, mert más-más tapasztalatokkal bírnak is, ezért a befektetett energia nem mindig látszik. Én Kávakon művét találtam legényesebbnek, nem az általam kedvelt rancs stílusban, de élvezhetően és átgondoltam mutatta be a kívülását. Így neki küldöm a pólót, gratulálok. Közönség által legjobbnak véltnek pedig elküldöm a legelső trollfészt, aki kinyitószem második sorozatához használtam eszközök. Sajnos az eredeti Iron Hero maszk elveszett, ez csak egy másolat, pedig biztosabb évenkorban milliókat ér. A szerencsés pedig a Spoiler Dealers! Gratulálok videóidhoz, azt kívánom, sokasodjanak és népesítsék be a földet, recsegjen, ropogjon a YouTube a megtekintésektől. Én meg addig leszervezem a következő alanyhoz társaimat. Igen, jól hallod, most! Ezt nem ijedik el szárazon, meglakolnak szörnyű tettükért! Üdj be a családi ezüstöt is!